A Bethlen Gábor Alapítvány 2004-ben alapította a Teleki Pál érdemérmet, melyet minden évben azoknak adományoznak, akik Teleki Pál szellemiségét követve értékteremtő munkát végeznek az ősmagyarságért. Ahogyan az alapítvány fogalmaz, a magyar örökség elszánt védelmezői. Idén Szajkó Gábor sátoraljaújhelyi vállalkozó is megkapta a díjat. Őt sokan ismerhetik, mint lelkes lokálpatriótát és az összmagyarság ügyéért cselekvő szemét. Szajkó Gábor beszélt híradónknak arról, hogy mi volt a legfájóbb és a legmagasztosabb élménye ténykedése során. A legfájóbb az volt, amikor 2003-ban szerveztük a szelmenci határnyitás kapcsán a nem hivatalos megnyitót a két félszéke kapunál. Az erővágó ott volt a kocsi hátuljában, gondoltuk, hogy talán alkalmas lesz a pillanat, hogy vágjuk a drótot, nem volt alkalmas. Ugyanakkor látni azt a rengeteg megkeseredett embert, akik évtizedeken keresztül el voltak szakítva egymástól, nagyon fájó és fájdalmas volt, de ennek is a csúcspontja az volt, amikor ukrán oldalról, azaz kárpátaljai részről egy 60 éves úriember átdobott egy koszorút, és mondta, hogy vigyétek el a szüleim sírjára, mivel a határ meghúzása után soha nem látta őket. Magyarságért folytatott 4 évtizedes munkám során egyik legmagasztosabb pillanatnak lehet azt nevezni, amikor a kassai főkonzulátusról megkértek arra, hogy egy ünnepő beszédet mondjak, ilyenkor ősszel Rákóczi hazahozatalának évfordulóján. Óriási belső érzéseket váltott ki belőlem ez a lehetőség, és maga a beszéd is ezt azért megjelenítette. Összekapcsolódik az, hogy ha az ember az összmagyarságért küzd, akkor a szűke pátriájáért is cselekszik. Így a kitüntetett nem csak a határon túli magyarságért, hanem Zemplénért és Sátoraljaújhelyért is sokat tett. Ennek kezdeteiről is kérdeztük. Gimis szemmel vettem észre, hogy a Papsonon Szepesi Bódognak van egy emléktáblája. Lehettem 16-17 éves, aztán amikor később visszakerültem ide katonaként, akkor látom, hogy eltűnt az emléktábla, aztán sikerült kinyomozni, hogy melyik épületen van, és ami a legnagyobb boldogság, ha nem is ugyanabban a magasságban, de visszakerült a helyére az az emléktábla az eredeti szöveggel. Én azt hiszem, hogy Sátoraljaújhelyhez igazán felnőttként ez az első közéleti tettem, ami valahol egy kicsit a múlt megtartásának is ő szól. Szajkó Gábor nevéhez több szobor és emléktábla is köthető a városban. De leginkább arra büszke, hogy 1989-től aktív részese volt annak a folyamatnak, melynek köszönhetően a magyar kávária régi fényében és állapotában látható, illetőleg kiegészülhetett egy negyedik elemmel, a centenáriumi turulszoborral.